Különféle jelmezekbe bújt szépkorúak bevonulásával kezdődött az első szenior sportkavalkád Kazincbarcikán. A tavasz köszöntő eseményen elsőként Kálmán Vilmosné, az új kazinci baráti kör vezetője mondott beszédet, amelyben a rendezvény ötletéről szólt. Majd Seres Otto, a létesítmény vezetője, ezt követően Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A programot Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. A vetélkedőre a környező vidéki településekről és Kazincbarcikáról csak nem 300-an érkeztek, akik szellemi és sportos csapatversenyeken vettek részt. Rendkívül jó ötletnek tartom, hiszen ahhoz, hogy ne veszítsük el frissességünket, mozgásképességünket, teljesítőképességünket, és ezt a fitséget, amit meg kell őrizni nyugdíjas korunkra is, ehhez szükség van arra, hogy ilyen rendezvények legyenek. Az egész napos programon az idősek különféle sportágokat is kipróbáltak, és a helyi civilek életével is megismerkedtek. Mindenféleképpen először is kiemelném az új kazinci baráti kört, aki egyébként ebben markáns és oroslán szerepet vállalt arra, hogy ez a mai nap rész létrejöjjön, és számtalan támogató, aki egyébként ezt a sok boldog szeniort figyelheti, követheti a mai napon, akik egyébként számtalan sport eseményen vesznek részt, ami azt gondolom, hogy azért fontos, mert a mindennapi testnevelésről, az, hogy a gyerekek kevesebbet mosognak, nagyon sokat beszélünk. De az, hogy egyébként egy bizonyos kor után elérvén mondjuk a szép kort, még mindig mennyit lehet mozogni, még mindig közösségben egyébként mennyire jól érezhetik magukat az emberek, azt itt ez a mai nap meg fogja elmutatni, azt gondolom. A sportkavalkád táncos mulatsággal és eredményhirdetéssel zárult.